a tegnapi napon 18 órakor végzett futópálya ellenőrzés során kollégáink olyan hibát észleltek, illetve tártak föl, ami a tartósan fennálló magas hőmérséklet következtében olyan hatással bírt, hogy a legmagasabb szintű repülésbiztonsági előírásokat szem előtt tartva a repülőtér ideiglenes bezárása mellett kellett döntenünk. A tulajdonosi körrel szoros együttműködésben, egyeztetéssel, szoros szakmai konzultáció mellett, ugye a Nemzetgazdasági Minisztériummal, illetve Debrecen megyei jogú város önkormányzatával haladéktalanul megkezdtük a hiba feltárását, illetve a hiba elhárítását, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy mi hamarabb kijavítsuk ezt a hibát, illetve újra fogadhassuk a járatokat, illetve utasainkat. A kivitelező már a korábban felmért ismert hibák javítását végezte a repülőtéren, hiszen ugye az elmúlt év októberében egy burkolatjavítási programot kezdtünk el Debrecen megyei jogú város önkormányzatával közösen, és ennek köszönhetően gyakorlatilag azonnal el is tudta kezdeni a kivitelező ennek a hibának a feltárását, kijavítását. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér járatainak törlését és a futópálya lezárását okozó burkolati hibát nem lehetett előre látni. Azt valóban a magas napi hőmérséklet okozta, illetve ugye hát a repülőtér futópályájának betontáblái között kialakított dilatációs hézagokat valószínűsíthetően 30 évvel ezelőtt a jelenleginél kisebb átlaghőmérsékletre, kisebb napi hőmérsékletre tervezték, és ugye az elmúlt időszakban tartósan magas napi hőmérsékleteket mérhettünk, és ennek a folyamatos hőterhelésnek köszönhetően a betonfelületek méretei, a beton térfogata jelentősen megnövekedett, és két betontábla a köztük keletkezett tágulási feszültség hatására megsérült. Tehát tulajdonképpen a futópálya folytonosságát megszakító kitörés egyértelműen a tartósan fennálló magas hőmérséklet miatt alakult ki csütörtök kora este. Ez ugye a repülőtér üzemeltetőn kívülálló eset, de ahogy említettem, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül el tudjuk végezni a javításokat. Itt szeretném azt kiemelni, hogy ez tulajdonképpen nem egy egyedülálló eset. 2022. július 22-én London Luton repülőterén történt egy hasonló eset, ugyanott aszfaltburkolatú futópálya van, viszont ott is tulajdonképpen egy tervezési értéket meghaladó hőmérsékleti hatás miatt szintén a futópálya megsérült, és ugye ezt követően nyilván javítást kellett végrehajtani. Tényleg itt az a lényeg, hogy ez nem egy egyedi eset, fordult már ilyen elő más repülőtereken is.